Révész Géza fotóművész nem kisebb témát választott fénykép kiállítása alapjául, mint a világ népességének nagy részét rémületben tartó koronavírus nyíregyházi megjelenési formáját. A Lencse végre kapott alkotásain szinte kiállt a csend, a néptelenség és a mögöttük megbújó félelem, valamint feszültség. Ugyanakkor a képein felvillan, megmutatja arcát a könnyedség és a humor is. Révész Géza fotóiból Nyíregyházán a József András Múzeumban nyílt kiállítás. Nagyon jó kiállítási anyagot tekinthetnek meg. Azért nekem két nem jó szó jut eszembe, amikor ezt a kiállítást megnézem. Ugyanis maga a téma nem egy virág téma, és hát mi még nem keveredtünk ki a pandémiával, ugye még szemtanúi, hát remélem, hogy nem hordozói, de sokan megélői, de hát úgyis megélői vagyunk, hogy az intézkedéseknek a megélés ugye rajtunk csapta. És az a két szó, amit én szeretnék mondani, én nem akarok befolyásolni senkit, mert ugye mindenki a művészeti alkotásokból leképezi saját magának, hogy mit szeretne megélni ebből. De az a két szó, ami nekem eszembe jut, ez az aggodalom és a félelem. Tehát aggodalom amiatt, hogy a második hullám az nem kérdés, hogy visszajönne, hanem inkább az a kérdés, hogy mikor. Ugye erre már több jel is van Európa és világszerte. A másik pedig a félelem. Tehát félelem az, hogy fogjuk megélni, hogy fogjuk látni, hogy fogjuk a szeretteinkkel ezeket mind megélni, de hát ugye elég bonyolult és nem egyszerű dolog ez. Nem úgy, mint a kiállítás. A kiállítás ugye fekete-fehér, és nagyon egyszerű lenne, hogy ezt az élményt is, ezt a problémát is fekete-fehéren egyszerűen lehetne megélni, de ez ettől sokkal bonyolultabb és sokkal színesebb. Vagyok, és mindig örömmel veszek részt egy ilyen alkotásai bemutatásán, és speciál a képeinek a láttán is, nagy örömöm van, mert olyan témát fogott meg, ami időszerű, aktuális, fotózás tekintetében a dokumentációnak azt a részét, ami a helytörténeti dokumentációnak is komoly anyaga lesz, majd valamikor is bízva abban, hogy valóban ezek a járványos időszakok 50 év múlva már, vagy 70 év múlva, amikor már kutatni fogják a múltat, a következő nemzedékek, akkor már nem fog olyan ismerősnek tűnni ez a városkép, mint amiket látunk a Géza fotóin. Ez a dokumentációs sorozat részemről igen hordozza azt a helyzetet, mélyen, megdöbbentően, amit egy város el tudott viselni és meg tudott élni magányában, bezárkózottságában. Végignézve a képeket, érdekes volt, jött olyan időutazási hangulat bennem, mint a múlt század 10-20-as éve, az évszázad fordulóján készült városképeknek az üressége. Gyakran látható képes lapokon, hogy maguk csak az épületek voltak lefotózva, mint hogy akkor is történt volna valami. Nem, hát akkor még a spanyol vált a lehetősége, lehet, akkor fotóz, de ez még dokumentálva nem volt így, hogy ez akkor készült. Minden esetre valóban hordozza magában minden egyes képe jóformán Gézának azt a helyzetet, ami egyrészt tényleg a kordokumentum, másrészt figyelmeztetés. A figyelmeztetés hozza a dramaturgiai szépen felépített olyan részletekkel, meg kell majd nézni a képeken, ahol nagyon-nagyon erőteljesen jelennek meg azok a részletek, mint a felhők, a sötét felhőknek a gyülekezetei, ami vagy megy, vagy jön. Bízunk benne, hogy a jöveteléről, vagy az elmeneteléről van szó, de hát sajnos mégsem ennyire itt van. A kiállításon még nagyon érdekes volt és tényleg izgalmas volt a képpárnyoknak a részvétele, ahol színesben hozza azokat az életjeleneteket, ahol tömegek vannak jelen egy-egy rendezvényen, vagy egy-egy helyszínen, és mellette fekete-fehérben hozza a kihaltságot, a rémületet, a félelmet. És hát ugyanakkor most egy kicsit azt mondom, hogy Géza személyiségét ismerve, bármennyire is rossz a helyzet ez a járványügyi helyzet, a humort, ami az ő személyiségéből fakad,
mosolyáról, a lelkéből. Én többet vártam volna, de hál' Istennek megjelenik azért azon a képen, ahol Trudi Gyula bácsinkat próbálja óvni a helyzetről. És ez utalás arra, hogy igen, minden rosszban azért kell, hogy találjuk azt a reményt, azt a igazságot, ami fel tudja oldani a feszültséget, és hiszem azt, hogy az az egy kép is, ami számomra a legkedvesebb, ezt megadta. Szeretettel üdvözlök mindenkit, remélem, hogy ha szabad ezt a furcsa szófordulatot használni, mindenkinek tetszeni fog ez a kiállítás, mert hogy az oka az nem hétköznapi, ezt tudjuk. Tehát azért is lett az a koncepció, hogy alapvetően fekete-fehér lesz a kiállítás, mert a témája nem vidám, ezt azért tudjuk. Reméljük, hogy a folytatás egy picit vidámabb lesz, hogy tényleg kifelé vállalunk a dologból, és nem befelé. Egy erősebb második vonalra gondolok. No de inkább arról, hogy hogy is jött létre ez a kiállítás. Ez valóban úgy volt, hogy Réniás igazgató úr március elején egy beszélgetés során felvetette, miután tudta, hogy én szeretek fotózgatni, hogy nekem eszembe jutott-e az, hogy a város, főleg a város érintően, a város kapcsán megörökítsem, vagy van-e kedvem esetleg arra, hogy megörökítsem azokat a helyzeteket, vagy sajnos fura módon azokat a helyzettelenségeket, amit ez a járvány okozhat. És mondtam igazgatórnak, hogy őszinte leszek, nem jutott eszembe, de így, hogy ő ezt végül is ugye a fejembe betáplálta, vagy beplántálta, mint ötletet, tényleg kedvet kaptam hozzá, és több hónapon át gyakorlatilag a fényképezőgéppel a kezembe járkáltam, munkahelyemre is, a városban is, reggel is, este is. Abból én megláttam egy olyan pillanatot, azt én rögtön meg is örökítettem, és egy elég jó anyag összejött, amiből láthatnak most önök egy ilyen aránylag erős válogatást. Sokkal szélesebb az anyag, de hát én ezt megbeszéltem igazgatóval, hogy majd egy teljes anyagot, egy perc, ami sokkal szárazabb lenne, de viszont a városnak, mint kor dokumentum nyilván egy teljesebb képet fog mutatni. Én ezt majd egy pendrive-ban átadom, úgymond az a múzeumnak ajándékozom. Remélem, hogy el fogja elni az önök tetszését. Én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy valóban a Jósa András vagy Jósa András múzeum, számomra ez még mindig vitatott. Azt mondja igazgató úr, és neki legyen igaza, hogy Jósa András múzeum lehetőséget adott, és az igazgató úr erre felkért, és lehetőséget adott, hogy én bemutathatom ezt a körülbelül 50 fotómat. Ezután a látogatók megtekintették a fotókat. Na nézzétek, ha csodálkozatok, nézzétek! Nézzétek! Mennyire félsz a koronavírustól? Én nem félek. Szóval nem félek, megmondom miért, mert betartom azokat nagyjából azokat a szabályokat. A másfél métert fogyamon kötelező a maszk, és Nyíregyházán és Szabolcs megyében meg tudjuk, hogy hála a jó Istennek aránylag alacsony volt a betegségek száma, vagy az elhalálozások száma, így egyfajta biztonsági érzetem van. De komolyan kell venni természetesen. És volt-e valami nagyobb élményed a fotózás során, amikor ezt a témát fotóztad lencsét? Volt, főleg az elején márciusban, amikor tényleg olyan üresség és csendesség volt, amit én nagyon ritkán tapasztaltam meg, főleg ha esetleg ugye nagy hó esett le hirtelen, pár évvel ezelőtt is volt egy ilyen helyzet, akkor volt ennyire csendesik ott a város, és ez nekem nagyon tetszett meg. És az lelki traumát nem okoz, ezeket a szörnyűségeket kérszik ezt dokumentálni, ezt eltenni emlékbe? Nem okoz, sőt, kihívás. Hát ezt kíván szakmai kíván, értem. Így van. És közeljövőben van-e valami nagyobb terved, ilyen hasonló? Hát lett volna egy klímavédelemmel kapcsolatos tervünk a német barátommal,
De az az igazság, hogy pontosan a járvány ezt a kiállításunkat meghiúsította. Ez közben mindig fent van, napirenden van és felszínen van. Hát várjuk a lehetőséget, hogy mikor tudjuk. Tehát a következő ilyen nagy téma a klímaváltozás lenne. És ezt az anyagot máshol be lehet mutatni, vagy tervezett máshol éppen mutatni? Tulajdonképpen be lehet. Tehát ha valakinek ötlete, kedve van, akkor természetesen igen. Végül a fotók közül néhányat megmutatok közelebbről is.